Emlékezni és szembenézni. Újpesten is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a Mártirok utca 58-as számú ház falán elhelyezett emléktáblánál február 25-én. A kort felidézve és az áldozatokra emlékezve Wintermantel Zsolt mondott beszédet. Emlékezni kell, emlékeztetni kell magunkat és a világot. Az értékek nem viszonylagosak. Az ember elképzelhetetlen jóságra, mérhetetlen gonoszságra egyaránt képes. A jót jutalmazni, a rosszat elítélni kell. Küzdeni ellene nem lehet megtűrni. Mindig minden önkény ártatlan emberek legyilkolásához vezetett, mondta a polgármester. Régent idézve hozzátette, a demokráciát egyetlen nemzedék választja el a kihalástól. Ezért minden nap fel kell vennünk a küzdelmet a nehézséggel, a rosszal. A polgármester gondolatai után Krizsik Alfonz színművész, Kányádi Sándor Kuplé a Vörös Villamosról című verséből idézett, majd a koszorúzás következett. Az önkormányzat nevében Wintermantel Zsolt, Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselővel közösen helyezte el a kegyelet virágait. Utánuk Nagy István alpolgármester és Németh Edit Éva önkormányzati képviselő, valamint újpesti civil szervezetek képviselői koszorúztak.